Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámban, én Petróék, és a mai napon elhoztam nektek a Lexington Legacy következő részét. Az előző részben nem tudom, hogy mi volt, de azóta már felvettem egy részt, viszont az a rész borzalmas lett úgy, hogy kitöröltem az egészet, és igazából nem is történt nagyon semmi. Az egyetlen egy dolog, ami történt, és esetleg fontos lehet, az az, hogy megszületett az új kisbabánk, aki... nem látjuk. Jól van, akkor ki kell mennem. Aki itt is van, ő itt Weston. Ő lett az új kisbabánk. Azért volt használhatatlan az előző rész, mert volt egy modom, ez a... Közben elindítom a játékot, de valamiért mondjuk nem hallom. De most hallom. Tehát, kaptunk egy ilyen kis ajándékot. Szóval azért volt használhatatlan az előző rész, mert benn volt ez a modom, hogy ugye elvetélhetnek a szimjeim, és mivel hogy nem frissítettem egy ideje, ez teljes mértékben az én hibám, mivel hogy nem frissítettem a modot, ezért hát beindult nála ez a elvetélős dolog Molinál, és mivel nem tudtam tehát, mivel nem volt frissítve, nem tudtam elmenni a kórházba, na. Csak kinyögöm végre, elnézést, nagyon fura így megint webkamerával videózni. Nagyon-nagyon fura, úgyhogy még szoknom kell egy kicsit. Illetve arra, mire még rájöttem, hogy lehet trágyázni ezeket a planteket gyümölcsel, és én ezt eddig nem tudtam. Én nem tudom, mióta játszok a Sims-el, szerintem nagyon, hát mióta kijött valószínűleg azért, hogy játszok a Sims-el. És én nem tudtam, hogy lehet ilyet csinálni. És nem értem, hogy ez a csaj ez miért nem eszik. Úgyhogy szeretném, hogyha ő most enne, ez tök mindegy. És közben itt van Jasper, akivel haladtunk egyébként, és már van kettő badge-ünk. Van egy következő badge-ünk is, bocsi, beleütöttem a mikrofonba. Szóval van itt még egy badge-ünk, amit lehet össze lehet gyűjteni. Úgyhogy már, hogyha hazaér és megfürdött... és már itt van Weston születésnapját, az nagyon szép. Ne jöjjön át senki. Nagyon rossz állapotban van szegény Jasper, úgyhogy szeretném, hogyha elmenne most ugye fürdeni, aztán... begyűjteni ezt az új badge-et, aztán enne valamit, és a szórakozása van nagyon lent, viszont nem tudom, hogy ez sentiment gained. Az jó. Milyen sentimentet kaptunk? User from happy memories, close knit, az a lifestyle. Jó van, ezt eddig is tudtuk, hogy boldog. Na mindegy. Hogyha közelébe van. Tök mindegy. Szóval, szeretnék dolgozni az aspirationjein a szimjeimnek, mert hát nagyon kéne rajta dolgozni. Szeretném, hogyha minden jó lenne. És szeretném fertilizálni a rózsáimat. Várjatok. Mit beszéltünk? Mert hogy vesztem az előző részben ilyen farmos magokat, és abból most van egy csomó, és arra azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy lesz egy nagy rózsafarmunk, és lesznek még ilyen kicsi farmaiaink is, úgyhogy azt beszéltük, bár ti erre nem emlékeztek, mert nem történt meg, de azt beszéltük az előző részben, hogy az almát nem fogom megtartani, a banánt, és volt még egy a krizanténumot nem fogom még megtartani, mert abból rengeteg van, úgyhogy azokkal fogok trágyázni, amiket nem fogok megtartani. Apple. Jó. Előléptettek minket? Mi ez? Bronze Scouting Trophy. Ez cuki. Ez a Kaiser, ez meg állandóan át akar jönni hozzánk. Nagyon rossz. Oké. Te menjen fürdeni. Szegény Molly nagyon álmos. Viszont az a nagy helyzet, hogy fel kell növesztenünk Westont. Viszont nincsen neki hely, tehát fogalmam sincs, hogy hova fogom rakni. Lehet, hogy majd lehet, hogy hozzá kéne építeni.
Ide kéne építeni még egy kis helyet, ahova, vagy erre az oldalra. Mindegy. Kicseréljük a koszos pelenkáját, aztán elmegy Molly aludni, mert nagyon készen van. Jasper pedig ugye most eszik. Nem tudom, hogyha rajzol, akkor... Jaj, te már jössz. Jó, akkor te cseréled ki a pelenkáját. És akkor most azon gondolkodok, hogy hova is tudnánk. Szerintem erre az oldalra kéne, és akkor még szép is lesz a ház. Úgyhogy ide szeretnék én még egy kis szobát. Ide. Ekkor elég. Kicsit nagyobb. Így. Így. Hát van rá elég pénzünk, jó. És akkor arra gondoltam, hogy ezt átrakhatnánk ide. Így, és innen jöhetne egy ajtó, amit ugye nem tudunk lerakni nyilvánvalóan. Most. Igen, és arra gondoltam, hogy akkor legyen ilyen kis cukidénus. Na mindegy, gyorsan megcsinálom ezt a szobát így nagyjából, és akkor majd utána jövök. Oké, hát ilyen lett a szoba, nem akartam túlzásba vinni, mert nincsen túl sok pénzünk, úgyhogy ilyen lett a szoba. Kicsit csúnya, de nem baj. Cuki. Az a lényeg, hogy cuki. És szeretném ezt is kicserélni erre, mert ez a felhős lámpa tök aranyos. Nem tudom, hogy miért nem használom többször. Na mindegy, ezt is kiszínezzük gyorsan. Az alját is gyorsan kiszínezzük, és kéne rakni rá tetőt. Mondjuk egy ilyet. Hogy azért egységes legyen valamennyire. Kisebbítem, kicsit bejebb húzom, és kész. Aranyos, aranyosabb lett. Innen hiányzik egy ablak inkább, mint onnan, de nem baj, jó lesz most ez így. Annyira jó látni, hogy egyre nagyobb lesz a házunk. Hú, na mindegy. Felnöveztem szerintem a gyereket, mert felnöveztem. Angelic lett, jó. És itt is van a kis Weston. Hú, ő jobban hasonlít az apukájára. A bőrszíne az teljes mértékben az apja. És az anyja szemét örökölte, úgyhogy tök cuki. Szerintem a ruhája jó is lesz így, úgyhogy hát menjél aludni, nem tudom. Vagy csinálj valamit magaddal. Fogalmam sincs. Mindegy. Azon gondolkodtam, hogy ültetnünk kéne. Ültetünk kéne még, amiket így tudjátok, akarunk. Spinach. Ültessünk. Most ültetni fogunk. Rengeteget. Spinach. Bluebellt nem tudom, hogy akarok-e. Azt még nem biztos, hogy akarok. Akkor itt van Sage. Ülessük el ezeket először. Közben egyébként azon dolgozunk, hogy minden bedzse meg legyen a kis Jaspernek. Most az egyik ilyen rajzolóson dolgozunk, bár mondjuk azt szerintem kitalálhattátok. És közben el is tudjuk ezeket adni egy szimoleonért, de azért nem annyira rossz. És te mit csinálsz? Mit akarsz? Nem baj. Csinálj, mit akarsz, annyira nem érdekel, hogy mit csinál. Így nem akarok nagyon foglalkozni így a tipegőkkel, annyira nem. Nincs kedvem. Oké, nem tudom, hogy mennyi kell még. View Batch Progress. Mit? Arts and Craft, még három kell. Még három kell. És az előző részben még azt is mondtam, hogy kéne vennünk egy ilyen monkey bart. Úristen, de össze-vissza csinálod. Jaj, nekem! Össze-vissza vannak. Fú, hát ez csodálatosan szép lett így. Na mindegy, parsley-t is szeretnék ültetni, akkor kihagyok kettőt közülük. Szerintetek akkor jobban fogja, szebben fogja elültetni őket, hogyha kihagyok kettőt. Úristen, ebből nagyon sok van. Oké, legyen ennyi elég most egyelőre, amit elültetünk. Plant. Tehát úgy szeretném valahogy, hogy a házat azt valahova erre az oldalra szeretném, tehát ide fölülre, vagy valahova. Szeretnék ide egy kis
sedet, azt nem tudom, minek hívják magyarul, de egy ilyen kis sedet szeretnék ide, és szeretném, hogyha ilyen kerítéssel lennének az egyes kertek így elválasztva, és lenne egy nagy, ami pedig a rózsafarm lenne, vagy a rózsakert, ugye? Úgyhogy valahogy így szeretném, de ezt majd meglátjuk. Most egyelőre nincsen elég pénzünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Na mindegy, én igyekszek, hogy legyen elég pénzünk, de hát nem igazán sikerül gyűjteni sokat. Főleg úgy, hogy elterveztem, hogy nem fognak a gyerekek se dolgozni. Illetve hát azok a gyerekek, akik tehát az örökösök. Ugye most ebben az esetben Jasper az örökös. Attól még Weston lehet, hogy majd dolgozni fog, és nem is, nem tudom, még nem tudom, hogy mikor fog kiköltözni egyébként, és hogy hogyan lesz ez, de majd meglátjuk. Ezeket adjuk el. Jó, ezt a kis cuccot olyan szívesen kiraknám. Ki is rakhatom, de majd megy. 100 szimulant ér. De amúgy nagyon cuki. View. Ah. View batch progress. Mit kell még csinálnunk? Szóval, ha 4 van. 4 készen van. Good deeds. Entertain a toddler. Okay. Akkor entertainelek egy toddlert. Milyen jó, hogy van testvérünk. Kis testvérünk. Jaj, 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 de aranyos. Ő még tovább ölelgette volna. Ez nagyon cuki volt. Funny, még funny faces. Tell goofy story. Na, nem nevetteted meg? Várjál. Még funny faces. Weston is very hungry. Jó. Akkor... Úristen, tényleg nagyon éhes. Hát hol van a kaja? Hát olyan sok kajánk van, ne csináld már. Na, akkor együnk. Együnk egyet, és... Oh, Billit nem vettem. Na, de mindegy, igazából. Majd fürdetem. De, ja van, oké, mindegy akkor. Azt hittem hirtelen, hogy nincsen fürdőkádunk, de van fürdőkádunk, úgyhogy... Nincsen semmi gond. Minden rendben van. És miután ettél mennyire el aludni, Jasper alszik, Alexander alszik, Molly mindjárt fel fog kelni, de hát hajnali 3 óra van, úgyhogy csak kimegy pisilni, aztán utána vissza aludni. Tofuval minden rendben van. Ilyen turkizt magyarul mondom, mert nem tudom angolul kimondani, hozott nekünk a macska. És miért romlik el minden? Hát mondjátok már el nekem. És nézzétek, itt alszik. Jaj, de aranyos. A helyén alszik. Hát ezt még nem láttam, hogy ő a helyén aludt volna. Harvest Fest van. Nem akarom gnomokat. Ünnepeljük meg a Harvest Festet. De nincsen ilyen boxunk. Tudjátok, olyan... Holiday... Miss decorations... Á, igen, itt van. Itt vannak ezek a boxok, ilyenek nincsenek nekünk. Úgyhogy, hát hova rakjam? Nem tudom, hogy szeretnék-e valaha újra gyereket, de hogyha igen, akkor... Oda beraktam azt a kis valamit. Te meg miért keltél föl? Menj vissza aludni, ha nem tudsz, akkor... Csak legyél így. Oké, ki kell dekorálni a házat. Put up decorations. Cuki lett. A gnómokkal kell valamit csinálni. Milyen nap van? Csütörtök. Megy a gyerek iskolába? Give respect and gifts to the friendly gnomes. És mész iskolába, vagy nem mész iskolába? Ja, megy iskolába. Jó, akkor majd iskola után megcsinálja. Mi pedig ezt megszereljük. Mert ez így nem lesz jó. Thankful spirit.
Jó, meg tudjuk csinálni. Meg fogjuk tudni majd csinálni. Itt. Együnk, és akkor... Itt vannak újra... Water all, cell all, és weed area. Jó, 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 megcsináljuk Mollyval most ezeket a gnómokat. Give... Várjátok, ez egy kaszás. Akkor Future Cube, mondjuk. Nem tetszett neki? Akkor ez egy nyuszi. Neki adjunk fruitcake-et. Mi a franc? Hát de miért? Miért nem tetszik nekik? Na mindegy. Te akkor most nem mész iskolába? De menjél iskolába szépen. Nem tud iskolába menni. Miért nem tud iskolába menni? Daydream. Tud daydream. Tehát így maga elé bambulni, tudjátok, hogy így. Na mindegy. Mindegy, biztos értitek, miről beszélek. Ne már! De így hogyan csinálja Grand Mealt, hogyha nincs... Én ezt nem is értem. Köszönöm, nem értem. Repair. Nem értem. Hogy a Sims, de nem is az, de maga a Sims hogyan gondolja azt, hogy én meg tudok csinálni egy Grand Mealt, hogyha nincsen áram. Hol kaptunk ilyen seasonal springs plants? Oké, ezt majd... Jaj! Szegény gyerek. Jó, akkor te fogsz majd bocsánatot kérni tőle. Mit csinálsz? Research. Maga? Magától researcholta a növényeket, nem is értem. Na mindegy. Igen. Akkor mi? Plead for forgiveness. Ezt szeretném. Nem tudnak máshova teleportálni, mert annyira kicsi a ház, hogy nincsen máshol hely. Na. Pled. Komolyan. Sing together. Mit tudjam én? Jaj. Oké. De ti mit jöttöd? De mit jössz be a lakásba? Most komolyan mondom. Complain about Harvest Fest. Mi más lehet csinálni? Be thankful, ott volt. Be thankful, azt akarom. Be thankful. Mit tud velük csinálni? What's that? A halál. Oké, neked thankful spirit, ez megvan. Jó, akkor mi is beszélgessünk vele. Be thankful. Akkor... Mi legyen itt még? Mi van itt még? Share Harvest Fest Spirit. Oké, okay, hogyha nem jön össze ez, ez az evés, együttevés, akkor is jó lesz szerintem ez a dolog. Neki is jó. Neki, ők is jól vannak, mindenki jól van. A növények is jól vannak, amúgy. Úgyhogy ezeket lehet-e trágyázni. Miért akarom majd angolul mondani, ha nem tudok angolul? Oké. Tovább fogom trágyázni almával őket, hogy jobban legyenek. Mert ez már megvan trágyázva, de ez még nincs. Tehát eléggé nagy a különbség. És én nagyon meg vagyok lepődve. Ez nem tudom micsoda, de megint kaptunk egy ilyen valamit. Oké. Akkor meg kéne fürdetnünk Weston-t. Ami azon röhögtem az előző részben, hogy azt a nevet adtam neki, hogy Weston. És most így az a neve, hogy Weston Lexington. Most nem mondjátok, hogy nem kreatív. De kreatív, de egy kicsit hülyén hangzik, de mindegy. Oké, okay, baba kész, és ő fáradt is, úgyhogy menjünk aludni. Ajajajaj, itt neked. Ajajaj, oké. Okay. Jaj, ne takarítsd ki most, Molly. Most nem kell. Ezt takarítsd inkább ki. Ezt is takarítsuk.
Grandman, persze, nem tudunk, mert nem. És kettőig tart. Ez olyan szar, hogy kettőig tart. Na mindegy. Garden saladot tudunk enni, talán az Grand Mealnek, de nem hiszem, hogy Grand Mealnek fogja majd gondolni. Miért van itt ennyi cucc egyébként? Folytasd, légy szíves. Köszönöm. Apuka éhes. A kisfiú meg nagyon-nagyon-nagyon. Neki nagyon kell pisilnie. Hát igen, szomorú. Gyere ide, apuka. Itt van még egy gnóm. Egy darab garden saladot csinálták, komolyan. Serve dinner. Oké, adjunk neki valamit. A toy. Úgyis kisfiú, tehát kisgyerek, szóval. De most komolyan! Na, végre, köszönöm. Hát. Nem tudom, hogyha call to meal, akkor vajon jó lesz-e, vagy sem. Nem tudom. Van kinti kukánk? Nincsen kinti kukánk, azt kéne venni. Ilyen nagy kinti kuka kéne. Ez a kedvencem. Nem, nem ez. Ez a kedvencem. Hogy csak hogy ide ki tudjuk dobni ezt a nagy szemetet, illetve azt is majd ki fogjuk tudni venni, vagy vinni. Hát, elég szomorú, hogy mi van itt. Egyébként apuka és anyuka izéja mindkettő len van. Így a szórakozásuk, úgyhogy tudjátok, hogy ez mit jelent. Tudjátok, mindenki tudja. De remélem nem fog semmi baj történni. Nagyon remélem. Gyerünk, te mit csinálsz? Vidd ki. Úgy né, ezt elrakjuk ide. Elmész pisilni. És akkor szerintem utána. Vuhuzzunk egyet. Még mindig mondom megint csak, hogy a Risky Vuhu be van kapcsolva, szóval hogy ha terhes lesz, akkor az azért van, mert be van kapcsolva a Risky Vuhu. Na mindegy, úgyhogy ennyi volt ez a nap. Örülök neki. Nehogy felébredjél. Né már. Komolyan. Jól van, szülők alszanak. Te ébredj föl, és akkor megnevettetjük egy kicsit a tesónkat. Talán egy kicsit jobban is leszünk tőle, még nem tudom. De örülök neki, hogy legalább van valamiféle kapcsolatuk. Aha, egész jó kapcsolatuk van. Oké, Jasper születésnapja jön. Nagyszerű. View, vagytok, itt is meg tudjuk nézni ezt a View Badge Progress. Good Deeds, még egy darab van vissza. Nincsen kompjúterünk, ez szomorú. Oké. Talán megvan a következő. Igen, megvan a következő badge-ünk. Collect badge. És aztán menjünk vissza aludni. Molly pedig ő menjen el, vegyen egy fürdőt. És Weston pedig neki ennie kéne, úgyhogy ebből a maradékból egyen. És akkor azon gondolkodok, hogy mikor van? Mikor van a szülinapja? Ma? Ma van a születésnapja, micsoda! Aztán utána Westoné, aztán Molly, aztán pedig. Ezt majd egy kicsit át kell írnom. Aztán pedig Alexanderé. Megpróbáljuk majd a karácsonyt megünnepelni. Itt van még egy ilyen valami. Tehát majd a karácsonyt megpróbáljuk megünnepelni. Ja. Viszont tofut. Ja, és Tofu megtanulta, hogy nem szabad a szemét bent turkálni. Úgyhogy az is történt, illetve most is megtanult. Igen, most is megtanulta, hogy nem szabad.
nem szabad a bútorokat kaparni, vagy hogy mondják azt? Kaparni? Jó, mindegy. Levehetjük a díszeket, take down decorations. És tudunk utána ilyen izé, ilyen dekorációk után keresni, hogy micsoda, tudjátok. És akkor el tudunk adni dolgokat, hogyha találunk valamit. Mondjuk amúgy is el tudunk adni pár dolgot. Na. Jaj, de ezek amúgy szépek. Ezt nem tudjuk berakni az eszköztárba. Megtarthatjuk. Meg egy szép. Így, itt. Hogy ne tartsuk meg, milyen színek vannak még. Tudjátok, mit eladom. Mindegy. Találtunk még valamit? Ennyit találtunk? Hát ez aztán sok minden volt. Ó, ez 200-at ért. Még egyszer. Ó, oké. Okay. Ilyen nagy. De ezeket nem tudom berakni az eszköztárba. Jó, ezeket csak úgy el fogom adni, mert mondom, nem tudom berakni őket az eszköztárba. Úgyhogy eladom őket csak úgy. És ez itt maradt nekünk? Vagy most ezzel mi van? Őt is eladjuk. Nem tudom, hogy miért van itt, és hol van a többi? Lehet ivolvolni? Végre valára. Ez az. Mert hogy arra várok, úristen! Úristen, mennyi cuccot kaptunk. Úristen, na jó. Ebből aztán lesz majd jó sok minden. Tehát jó sok jó nagy farmunk lesz ebből a mennyiségből. Na, ezt akartam kinyögni. Oké, menjünk aludni. Weston. Is, vagy nem Weston, ki vagy. Jasper. Akkor vegyél egy nepet. Hát, take a nap. Úgyni. Weston, te menj el aludni. És nem tudom, hogy ezeket most már eladhatom-e, vagy még dobnak ilyen izét, de nem hiszem, hogy dobni fognak, úgyhogy most eladom őket. Ez tök jó, hogy ezeket el lehet adni, és akkor lesz pénzünk. Nagyon sok, tehát van 3 seasonal spring plantünk, 1 seasonal winter plantünk, és van 3 darab seasonal fall plantünk. Elég sok minden. Nagyon-nagyon sok mindenünk van. Na mindegy, én a mai részt itt most be is fejezem. Remélem, hogy tetszett nektek, és velem tartotok a következőben is, amikor Jasper fel fog nőni. És ja, találkozunk a következő részben. Sziasztok!